Sziasztok! Én Hajni vagyok. Ő pedig itt a barátom Miska. Buna, Miska! Buna, Kapi! Hogy köszöntök? Buna, Kapi! Ti azt mondjátok, hogy Buna, Miska. Buna, Miska! Hajni! Da? Io andor tre picciare! Azt mondja, hogy három lába van. Miska? Da? Te rog numara. Da! Uno, doi, tre! Kali Barabási Hajnal bábokkal és igazi bábelő adásba illő jelenettel kezdi a román tevékenységet a Marosvásárhelyi Fecske óvodában. A kis ovisoknak szerencséjük van. Az amúgy majd mindenkinek nehézséget okozó román tanulást számukra Miska macska és teknős béka teszi élvezetessé. Legalábbis ma. A sajátos bábos foglalkozást kidolgozó óvónőnek ugyanis több mint 30 óriás bábja van, akik felváltva járnak románul beszélni a kicsikhez. Nekünk már a liceumban mondták a tanítóképzőben, hogy ugye a bábnak varázsereje van, meg hogy a gyerekek megszólalnak, amikor bábozol. És amikor kikerültem, tényleg ilyen volt, hogy föl kellett mérni a gyerekeket, és a kisfiú nem kommunikált felnőttekkel, és bábbal igen. És akkor ugye mindig gond volt a román nyelv tanítás, és kezdetektől már egy kesztyűbábot használtam, egy domnomotánt, vagyis kandúr urat, de úgy igazából nem tudtam végigvinni az elgondolást. Hogy miért? Nem tudom. Talán mert kezdetleges volt, és nem volt átgondolva. Vagy azért, mert nem az a bábtípus volt, ami nekem megfelelt. Vagy nem tudom, igazából nem gondolkodtam sokat ezen, de úgy kifulladt. Tehát jött, gyerekek nagyon szerették, de úgy nem tudtam vele ennél többet mit kezdeni. Megszólalt románul, de annyi. Hajni közben gyereknevelésére ment, s amikor jött a pandémia és lezárták a világot, akkor az addigi babamama tevékenységet szerette volna pótolni valami bábos tevékenységgel. Aztán az online szörfölés közben ráakadt néhány csodaszép Muppet bábura. Mikor megkaptam a Muppet bábot, kettőt, egy fiút és egy lányt, tehát Pankát és Somát, akkor néztem, hogy milyen jól lehetne velük nyelvet tanítani, mert hogy mozog a szájuk, és milyen báb lenne ennél tökéletesebb erre. És akkor elkezdtem gyűjtögetni a bábokat, és igazából így indult. A 60 centis Muppet bábok sok szempontból különlegesek. Először is az a jellegzetesség, hogy mozog a szája. És szerintem egyértelmű, hogy ha mozog a szája, akkor ő beszél, ugye? Hasbeszélni próbálok. Nem megy mindig tökéletesen, de egy kis idő, és az is menni fog. Az már csak az én szórakoztatásomra igazából. És gyönyörű szép bábok. Látványosak, és mindeniknek külön karaktere van. Tehát, hogy azért jó, mert hogy ránézel, és látod rajta, hogy ez a cica, ez olyan csintalan. Tehát, hogy ez nem tud ilyen jól nevelt cica gyerek lenni, aki csak üldögél, hanem vagy butácska, vagy csinál valami butaságot, huncutságot. És mivel mindeniknek saját kis külön karaktere van, ugye a gyerekek valamelyikkel csak tudnak azonosulni. Miska például ez alkalommal azért panaszkodott, mert előbb három, majd öt lábat számolt saját magának, ezért a kisovisok kénytelenek voltak megtanítani számolni. Miska? Da, Hajni! Új te! Te învățăm să numeri până la cinci! Bine, mulțumesc! Gyertek, segítsetek! Unu! Doi! Doi, trei, trei, patru, cinci, acum știi să număr! Mindig öt bábot viszek egy tevékenységre, mert hogy az ilyen 60 centis nagy bábokkal az első kezdeti jelenetet szoktam bemutatni. A második az egy kesztyűbáb, amivel hangképzést szoktam a gyerekeknek tanítani. A harmadik az valamilyen állatbáb, amivel az idegen, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy ismeretlen szavak, kifejezéseket szoktuk a gyerekeknek megtanítani. Ez egy zenei alapra megy, és ritmusosan mondjuk a tőmondatokat, mert úgy, hogy a reklámokban is az marad meg, ugye, amiben zene van, általában mész az úton, és eszedbe jut, hogy hó, akkor a gyerekeknek is jobban megmarad a mondat. Az állatbáb szokott játszani a gyerekekkel, megszólaltatja őket, és mindig van egy-egy szörnyike is, aki a kis ovisok megmozgatásáért felel.
Amit csinál a szörnyike, azt utánozzák a gyerekek is, miközben románul olyan utasításokat hallanak, hogy emeld fel a kezed, állj fel, ülj le. Úgy tanulnak, hogy közben észre sem veszik. Nekem a célom az volt, hogy szívesen vegyenek részt a román tevékenységen. Tehát ne legyen az, hogy unom, és felállok, és elmegyek. Mert azt gondolom, hogy ha hallja már a román beszédet, fél siker. Tehát először is azt gondolom, hogy ebben a korban a legfontosabb, hogy meg tudja különböztetni, hogy román nyelvet hall, vagy pedig egy másik idegen nyelvet. Másodszorban pedig azt, hogy megszeresse. Tehát ott üljön, és ha hallja már, akkor az már fél siker. És amikor egy picit nagyobb, akkor meg már neki tudunk kezdeni ugye idegen szavak, tőmondatok, kifejezések megtanulásához, úgy, hogy megvan az alap, mármint az az alap, hogy szereti és szívesen vesz részt a tevékenységen. Bár Kali Barabási Hajnal csak a saját kis ovisainak tart bábos román órákat, a közösségi oldalra is felkerülnek a bábos jelenetek. A Pankasi Emicsi mély oldal azért született, hogy más szülőknek, pedagógusoknak is segíthessen a román nyelv tanításában. S bár Hajninak színész végzettsége van, és alkalmazott bábművészetet tanult mesterképzőn, mégsem gondolja, hogy oklevél kell hozzá, hogy valaki bábokkal tanítsa a románt. Én azt gondolom, hogy ha hiszel benne, és szívvel csinálod, akkor nem. Tehát nem szükséges. Persze, ha van, az nagyon jó. De ha nincs, de mondom, szívből csinálod, és hiszed, hogy annak eredménye van, amit csinálsz, akkor nem kell jó bábszínész legyél, vagy egyáltalán nem kell bábszínész legyél, mert meg tudod mozdítani azt a bábot, és ha hiszel benne, a gyerek is hinni fogja.